néhány évvel ezelőtt egy kutatásfejlesztési pályázat keretein belül kezdtünk el foglalkozni ezzel az anyaggal. A Kraluszok kért meg minket, hogy egy porokcsali fejlesztésben vegyünk részt toxikológiai vizsgálatokkal. Csali előállításának a célja az az volt, hogy kiváltsuk a műanyag csalikat, és hát ugye nyilván, mint minden csalinál, minden összetevőnél, ott le kell ezeket toxikológiai tesztekkel is vizsgálni, hogy mennyire toxikus az adott élőlényekre ez a termék, és hát nyilván adta magát, hogy ezt halakon kell elvégeznünk, ugye két dolog miatt, az egyik az, hogy halaknak szánjuk magát a csalit, a másik pedig, hogy környezettoxikológiai szempontból nagyon fontos modellállat a hal, hiszen ők az egyetlen olyan vízi gerinces csoport, amelyek teljes életciklusukat a vízben töltik. De a munka első fázisában megkaptuk magukat az alapanyagokat, és mindegyiket külön-külön kellett vizsgálnunk, szabványosított toxikológiai tesztekkel, ezek ilyen akut rövid tesztek voltak, és nem csak kifejlett halakon, hanem embriókon is meg kellett néznünk azt, hogy milyen hatással vannak az egyes összetevők a halakra, hiszen a toxikológiai érzékenységük egy embriónak vagy egy fiatal lárvának az eltérhet egy felnőtt halétól. És az eredmény azt kaptuk, hogy egyik összetevő sem volt, sem az embriókra, sem a felnőtt halakra ezekben az akut tesztekben toxikus. A következő lépésként már azt vizsgáltuk, hogy maga ezekből az összetevőkből kialakított csali mennyire befolyásolja a halaknak az életét, és az összeállított csali önmagában sem, ez a komplex összeállított anyag sem volt toxikus a halak számára. Ezek a csalik, ezek természetes összetevőkből készültek, de nyilván látszik rajtuk, hogy színezettek, sőt, van illatuk, úgyhogy aromanyagok is vannak benne. Mi természetesen a természetes összetevők mellett ezeket is vizsgáltuk, és ezek sem jelentettek a halak számára ezekben a tesztekben veszélyt. Azóta, mióta kezdünk tisztába lenni azzal, hogy a műanyagok, illetve a mikroműanyagok azok milyen veszélyt jelentenek az élő szervezetre, illetve a természetre is. Ez egy teljesen jogosan felmerül igény, hogy megpróbáljuk ezt csökkenteni, illetve megszüntetni, vagy kiváltani valamilyen anyaggal az élet bármely területére, igaz ez, így a horgászatra is. Tehát, hogy ezek a horogcsalik, ezek az új típusú horogcsalik, ezek a környezetben le tudnak bomlani. Tehát itt nem maradnak olyan maradványok, mikroszemcsék, mint a mikroműanyag esetében, hanem ezek így nem eltűnnek a természetben, így nem halmozódnak fel, nem kell attól tartani, hogy több száz évig ezeknek a maradványaival találkozni fogunk a vízpartokon. Ez egy nagyon nagy felelősség, hiszen természetjáró, természetszerető emberekről van szó, és minden pici lépés az nagyon fontos, még akkor is, hogyha csak egy-egy ilyen pici csaliról van szó, hogy váltsuk ki a műanyagokat, és minél környezettudatosabban legyünk jelen a vízpartokon is.